Üdvözlöm a nézőinket újra a Szombathelyi Televízió stúdiójából, a Fogadóra legújabb adásában, amivel Puc Attila önkormányzati képviselővel fogok beszélgetni, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást. Miért érték villámcsapásként az önkormányzatot egyébként a Herényi Kulturális és Sportegyesület nyilatkozatai, miután ugye alternatív források után nézett a szervezet a kieső támogatásainak a pótlására? Nem azzal van a baj, hogy ők utána néztek ennek a támogatásnak, illetve kaptak támogatást, sőt, ennek nagyon örülünk, tehát ennek nincs ezzel semmi probléma. A probléma azzal van, ahogy ezt lenyilatkozták. Tehát olyan nem igaz állításokat mondtak, amiket nagyon sérelmezünk. Én személy szerint például azt, hogy még a rezsiköltségre se elég nekik ez a támogatás, amit mi adunk. A civil fórumon még 2021 ugye februárjában, még a költségvetés elfogadás előtt tartottunk egy civil fórumot, ahol elmondtam én is személyesen, a polgármester is elmondta, hogy arra törekszünk, hogy minden egyesület a közösségházat fel tudja tartani, senkinek ne kelljen amiatt megszűnnie, mert hogy a támogatás elveszik, vagy kevés neki. És arra törekedtünk, hogy minden közösségi háznál a rezsiköltségeket, illetve egy főnek, aki gondnok, vagy takarítónak a bérét tudjuk biztosítani. Ezzel alapján alapítottuk meg az összes támogatást, és ezt el is mondtuk a civil fórumon, ahol különben a herényiek is ott voltak, és semmiféle visszajelzés, hogy nem tetszik, nem jó, nem kaptunk ott, meg utána se kaptunk, hanem utána az a valótlan állítás jött le, hogy még a fél évre nekik odaadott 2 millió forint, hogy az még a rezsiköltségre se elég, miközben tavaly évvégén bekértük az egyesületeknek, a közösségi házaknak a fenntartási költségeit, és akkor lenyilatkozták, hogy 550 valahány ezer forint a negyedéves költségük. Tehát elmondtuk azt is, hogy ez a 2 millió forint ez fél évre szól, tehát mindenféleképpen minimum ennek a kétszeresére számíthatnak az egyesületek, de értelemszerűen a kormányzati kompenzációt tettük függővel, hogy mennyit tudunk adni. Szerettünk volna értelemszerűen mindenkinek odaadni az összes összeget, tehát egy ilyen vonal alatti sorba, ott mindenkinek a teljes szerződéses összege, vagy amit korábban kapott, az összeg szerepelt. Tehát nem az a bajunk, hogy ők kaptak támogatást, sőt örülünk neki, hanem ez az egész kommunikáció volt szerintem a legnagyobb probléma. Az, hogy az újságban mit jelenik meg ki mit nyilatkozik, az mindenkinek a saját magán. Ugye az, hogy a várost, illetve hát magát a bizottságot, már a Kultúrás Oktatási és Civil Bizottság dönt ezekbe a kérdésekbe, vagy hát tesz javaslatot elsődlegesen. Tehát, hogy minket hoztak ezzel rossz fénybe, én ezt sérelmezem a saját részemről. Azt is sérelmezik, hogy a kommunikációjukban egyébként kiemelték valamennyire, hogy Hende Csaba közbenjárásának köszönhetően nyertek? Ez nem. Tehát miért sérelmeznék ezt? Tehát ez egyértelműen nem. Nincs ezzel semmi probléma. Én még egyszer mondom, hogyha kaptak támogatást, annak örüljünk. Csak ezt jobb lett volna megbeszélni ugyanígy egy asztal mellett, és akkor végbeszélni, hogy hogyan segítsük egymást, vagy hogyan történjen ez az egész ügy. Ez hiányzott ebből az egész történetben. Ez kimaradt? Kimaradtak az egyeztetések? Teljes mértékben. Bár ugye korábban mindig azt a vádat kaptuk, hogy mi nem egyeztetünk az egyesületekkel. Bármelyik egyesület megkeresett engem személyesen, vagy a városházának kollégákat, biztos vagyok benne, hogy mindig mindenkivel foglalkoztunk és mindenkivel egyeztettünk. Most valamiért a herények úgy gondolták, hogy se a civil fórumon nem adták elő a problémájukat, sem utána nem kerestek ezzel sem engem, sem az alpolgármester urat, Horváth Zsolt alpolgármester urat, aki a civil ügyekért felelős alpolgármester. És mi a helyzet egyébként a többiekkel? Hát ez az érdekes, hogy igazából egy-egy megszólítás volt a város felé, hogy hát mi fog történni a későbbiekben. Például a TIT írt egy levelet erről, amitől én tudok. Tehát ugyanazt tudtuk válaszolni mindeddig, hogy amikor a kormányzati kompenzációval tisztában leszünk, akkor fogunk tudni dönteni arról, hogy milyen támogatást tudunk adni az egyesületeknek. De igazából másonnan nem jött ilyen jellegű panasz.
Azért azt szeretném újra emelni, amit korábban is már többször elmondtunk, hogy a városban Szombathelyen 700 egyesület van bejegyezve. Ebből a 700 egyesületből a várossal kapcsolatban olyan 300 egyesület van, akik vagy adtak be pályázati kérelmet, vagy kaptak is, legtöbbjük kapott van féle támogatást, és ebből a 300-ból egy a Herény. Tehát én úgy gondolom, hogy én nekem mind a civil, kulturális oktatási civilbizottság elnökének nem csak a herényekkel kell foglalkozni, de nagyon boldog lennék, hogyha mondjuk egy beszélgetésünk nem a herényekkel kezdődne, hanem mondjuk valami más egyesülettel. Még azért ragadjunk ott le, hogy egyelőre nincs hír arról, hogy a kormányzati kompenzáció meg fog-e történni, milyen mértékben valósulhat meg. Ha nem jönne össze mégis, akkor van arra B-forgatókönyvük, hogy akár a civileknek hogyan tudnak majd meg segíteni? Hát amit nekem sikerült még az év elején leegyeztetnem a városvezetéssel, hogy minimum ezt az összeget, amit most megkaptak az egyesületek, ezt biztosan tudjuk adni, mivel a közösségi házak a város tulajdona. Tehát most az, hogy ellehetetlenítsük az egyesületeket, hogy ne tudják fizetni a rezsiköltségeket, ne tudják fenntartani a házat, ne tudjanak ott programoknak helyet biztosítani legalább, ezt semmiképpen nem tesszük. Tehát mindenképpen az a minimum, hogy azt az összeget azt tudjuk biztosítani. Nagyon bízok benne, hogy ez nem fog változni. És szerettünk volna kompenzációtól függően értelemszerűen minél magasabb támogatást adni az egyesületeknek. Itt is értelemszerű, és ezzel se volt sehol se probléma, hogy például egy Jóskarola egyesületnél ott nem tudják megtartani Jóskarola napokat, ezért a korábbi magas 6 millió forintos összeg, aminek a nagyon nagy része az a Jóskarola napoknak a támogatásáról szólt. Ők is tudomásul vették azt, hogy idejében értelemszerűen nem fognak ennyi pénzt kapni, hanem annyit fognak kapni, ami van egy kis 20 négyzetméteres irodájuk, és akkor azt fönn tudják tartani. Tehát ezek úgy gondolom, hogy a több egyesülettel olyan normális hangot tudunk megütni. Ez valamire így alakult. Sokat foglalkoznak egyébként a bizottságban is akár azzal, hogy mi lesz vajon nyáron a városi nagy rendezvénynek a sorsa. Gondolok akár csak például egy Szavária karnevára. Hát ugye maga a bizottságok nem működnek, és a Szavária karnevál is egy olyan téma, ami megint a kormányzati kompenzációnak a kérdése. Ezekre bárcsak tudnék válaszolni, illetve bárcsak pozitívan tudnék válaszolni, de jelen pillanatban még nem látjuk, hogy mi fog történni. Ugye ez az újranyitás is kérdéses, hogy olyan fog alakulni. Az egyesületeknél is én úgy gondolom, hogy nagyon nehéz lesz ezt lekezelni, mert egy egyesület sincs arra felkészülve például, hogy védettségigazolvány folyamatosan ellenőrizzen. Tehát én mind azért 6 éven keresztül voltam egyesületi, civil egyesületi vezető, hát én nem biztos, hogy fölvállalnám azt, hogy én ilyen feltételekkel tartanék bármilyen rendezvényt. De hát ezt értelemszerűen az egyesületeknek kell eldönteni. Mi annyit tudunk ez ügybe segíteni, ezt már is a városházán már megbeszéltük, hogy ha bárkinek van kérdése, akkor nyugodtan forduljon a civil irodához, vagy akár a civil referenshez, és akkor ők fognak segíteni abba, hogy mit, hogyan kellene, illetve hát magát a rendeletet, erről szóló rendeletet is én kértem, hogy juttassuk el az egyesületeknek, hogy legyenek vele tisztában, hogy nehogy az legyen a mondás, hogy esetleg nem tudták, hogy mi van a rendeletben. Ugorva a körzetére, nemrég egy videóban arról beszélt, hogy 19-ben még sok jobboldali barátja is önre szavazott. Megmaradtak még a barátságok? Megérzi még a támogatást? Természetesen. Én úgy gondolom, hogy a normális emberek között az, hogy mostan ki melyik oldalon van, az a barátságot nem befolyásolhatja. Sajnos ez nem így van különben az országos szinten, mert nagyon sok olyan ismerősöm van, akiknél ez problémát okozott. Én úgy gondolom, meg úgy is érzem, meg úgy tudom, hogy nincsenek ilyen problémáink egymással. Az utóbbi másfél évben azért elég sokszor meggyűnt önnek a baja az úthálózatfejlesztéssel, meg az ilyen infrastruktúra beli kérdésekkel. Lehet elég csak kiemelni például a régi 86-os útnak a tehermentesítését. Azóta halad egyébként ez az ügy? Nagyon sokat haladtunk. 4 hónap alatt rengeteg levelezést lefolytattunk a különböző hatóságokkal, közúttal. Hát röviden elmesélném a történetét ennek, hogyha lehet.
Igazából idén évelején a lakosság kérésre a dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő urat kértem, hogy beszéljen a lakókkal ott Zanaton. Közvetlenül volt egy egyeztetés, ahol megállapodtunk abba, hogy ő támogat minket mindenbe, hogy menjünk utána azoknak a kéréseknek, amit a lakók mondtak, hogy sebességkorlátozást vezessünk be, hogy lehetőleg minél többen elkerüljék a zanati régi 86-os. Hát ennek megfelelően mi írtunk a rendőrségnek levelet, írtunk a közútnak levelet, erre kaptunk választ, majd küldtünk viszont választ, mert egyik válasz se olyan volt, ami a lakóknak megfelelt. Mindenről a lakókkal, akik ebbe érintettek voltak, próbáltam egyeztetni. De nem hangzik egyszerűnek ez a bürokratikus levelezés. Nem, de nagyon jó ötletek vannak. Például a közút egy település kaput javasolt, ami ugye egy ilyen járdaszigetet, amit a lakók is kértek, hogy ne úgy essenek be az autók Zanatra egyik oldalról se, hogy 90-100-ról lassítsanak még le a faluba. Ezek nagyon jó ötletek, hát ezeknek költségei vannak, amit bízunk benne, hogy dr. Hende Csaba, hogy ígérte, próbál ezekre pénzt szerezni nekünk, mármint zanatiaknak. Költséges ezeket egyébként telepíteni? Hát most megmondom őszintén, meg nem mondom, hogy mennyinek az összegbeli forrás igénye. Hát én gondolom, hogy azért itten 100 milliókról lehet szó egy ilyen településkapu esetében, mert itt azért táblákat is ki kell helyezni, és a többi. Illetve hát van még egy dolog, hogy ez Zanatra volt tervezve, már régóta van tervezve, pontosan engedélyeztetve is egy gyalogátkelő hely. Úgyhogy ezt is szeretnénk, hogy megvalósulna. Csak ennek a költsége 5-6 millió forint. A zanatiak még egy kerékpárútnak is biztosan nagyon örülnének. Régóta húzódik ugye ez az ügy már. Hogy áll most a vizsgálóbizottságnak egyébként a működése? Vagy tudtak egyáltalán itt a harmadik hullám alatt érdemben akár valamit átnézni, kontrollálni, ellenőrizni? Hát most a vizsgálóbizottságot külön venném, illetve a kerékpárútnak az ügyét, hogy hogyan állunk vele. A vizsgálóbizottság ott az én kérésemre a polgármester úr egy határozatába addig elnapolta a bizottságnak a működését, amíg nincs vége ennek a pandémiás helyzetnek, nem szűnik meg a veszélyhelyzeti rendeletalkotás. Ezt azért kértem, mivel én szeretném mindenképpen ezt nyilvánosan, illetve személyes megbeszélést szeretnénk még tartani ebbe a kérdésbe. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek megfelelő elő tudjuk hozni azokat a problémákat, amik itt, ami miatt 10 éven keresztül nem épült meg a zanati kerékpárút. Most már lassan 12 éve. Csúnya ügy lehet a háttérben egyébként? Én nem gondolom, hogy csúnya ügy. Csak menjünk végig a folyamaton. Tehát most én nem szeretnék itt senkit se meggyanúsítani, vagy bármi. Nem arról szól ez a történet, szerintem, hanem tényleg szeretne mindenki tisztán látni, hogy mi volt annak az oka, hogy egy vállalkozó kénye kedve szerint torogattuk a határidőket, és gyakorlatilag nem épült meg a kerékpárút. És ráadásul ezt a vállalkozót nem is tudjuk felelősségre vonni, mert olyan szerződések voltak megkötve, amik miatt ez lehetetlen szinte, hogy bármit érvényesítsünk. Ugye van egy pereskedés, egy elett indítva azért a vállalkozó fele, de hát nem sok remény van arra, hogy abból annyi pénzben jönne, hogy a kerékpárútra elég legyen az összeg. Úgyhogy a kerékpárút vizsgáló bizottság az majd akkor fog újra összeülni, hogyha vége lesz ennek a veszélyhelyzeti állapotnak, és akkor a határozat, polgármesteri határozat alapján rá 60 napra akkor be fogjuk nyújtani a megállapításokat. A másik dolog, hogy azért az anti kerékpárút kapcsolatban annyi jó hírem van, hogy elkészült az engedélyes terve a kerékpárútnak, ami nem egy ilyen műszakileg lerontott, vagy hát ilyen mérsékelt kerékpárút, hanem ez egy gyalogos kerékpárút 3 méter szélesen, közvilágítással, illetve hát ami én csodálkoztam, hogy annak idején a vasúti átjárást azt nem tervezték bele a kerékpárútba, tehát úgy lett volna a kerékpárút, hogy a vasútnál vissza kellett volna menni a főútra, de most sikerült ezt is megterveztetni, és úgy gondolom, hogy tényleg egy nagyon szép kerékpárútunk lehet majd, hogyha forrást találunk rá. Hát a forrás ugye az most a jelenlegi helyzetben kérdéses,
nem tudni, hogy kormányzati kompenzációba például bele teszik el. Én próbáltam lobbizni mindenféleképpen, hogyha csak fejlesztésekre adnak pénzt, akkor tegyük bele ezt is egy csomagból, vagy hát, hogy tudjanak választani, akik választanak ebből az egészből, de hát én csodálkoznék rajta azért, hogyha mondjuk idén neki tudnánk állni ennek a kerékpárút építésnek. De neki fogunk állni, és meg fog épülni ebbe a ciklusba biztosan. Mi az viszont, amit akár az utóbbi másfél évben sikerült már mondjuk megvalósítani ott a keleti városrészen? Hát a keleti városrészen hát sok mindent is csináltunk, meg tehetünk volna sokkal többet is. Tehát most ami elkészült, ugye Zalaton a temetői bekötő út, ami nagyon régóta problémás volt, nagyon rossz állapotban volt, hát nem úgy, ahogy én szerettem volna szilárd burkolattal, de egy ilyen zuzalékos út az nagyon szépen elkészült. Folyamatosan karba fogjuk tartani, ez az ígéret ráidedve, szemem rajta lesz, az biztos. Ezen kívül, amik elkészültek, hogy ugye folyik kerékpárút fejlesztés a Vépi úton, illetve a Szent Márton utcában. Mind a kettő nagyon szépen halad, épp hogy jöttem erre fel a Szent Márton utcába, most már a bitumenezés, az aszfaltozás folyik, úgyhogy ott lassan ott is készen lesznek ezzel a művelettel. Ami kicsi dolog, de úgy gondolom nagyon fontosak, hogy kikerült kettő forgalomtechnikai tükör a körzetbe. Az egyik a Szövő utca és az Alkotás utca kereszteződésében, amit a lakók már nagyon-nagyon régóta kértek, tehát én a kampány során is már felírtam ezt magamnak. Kértek egyet a Szövő utca és a Kötő utca kereszteződésében is, de ott a szakemberek inkább parkológátló oszlopokat helyeztek ki, hogy ne a kereszteződésben parkoljanak az autók, úgyhogy ott is történt azért forgalomtechnikai beavatkozás. Illetve ami nagyon fontos, hogy a Sólyom utcában van egy gyalogátkelő hely, ami nem belátható, és ott a szakemberek először csak táblát, figyelemfelkeltő táblát, illetve aszfalt festést javasoltak, illetve el is készítették, de hát a lakók nagyon fel voltak háborodva, hogy ezt keveselték, és akkor sikerült kilobbizni, akkor egy forgalomtechnikai tükör oda is felkerült, úgyhogy ez nem volt egy kis történet, de sikerült nagy nehezen ezt is megoldani. Ami mostan a legfrissebb dolgok szintén még, hogy a Vénusz utcában, a Zanaton elkezdődött egy járdafelújítás. Ez is én úgy gondolom, hogy nagyon fontos ott, mivel az volt az egy szakasz, egy olyan 200 méter, ahol az úton kellett mindenkinek sétálni, mert ott a egyik felén nincsen járda, a másik felén pedig hát már inkább ilyen fél méteres gaz volt, mint hogy járdának sem nevezni. Hát ezen kívül még nekiálltunk a Hámoni Sipor utcánál is ugyanúgy a járda felújításnak korábban, de ott a lakók azt kérték, hogy az ő szójárásuk szerint ne monyákoljunk, inkább ott kellene egy kompletes konstrukció azoknál az utcáknál. És hát igazuk van, különben én is azt mondom, hogy ugye ezek az utcák azok még az 1900-as évek első felébe épültek, és azóta nagyon kevés volt rajtuk bármi javítva vagy felújítva. És azt tudom mondani, hogy ez az egy olyan projekt van, amit én kértem mindenféleképpen, hogy ebbe a 2021-27-es ciklusba ezt az Európai Uniós támogatások közé ezt vegyék be a körzetbe, illetve az annyival kiegészítve, hogy nem csak a Hámor, Ipar, Vas utca, Acél utca lesz ebben, hanem még a Jegenye utcát, illetve az Acél utcát egész végig is beleterveztük. Hát én nagyon bízok benne, hogy ez előbb-utóbb valamikor meg fog épülni, vagy felújításra kerülnek ezek az utcák is. Sokat kell küzdeni a lakókkal. Igen, de hát nekem ez nem probléma, az ember ez vállalta, tehát én bár sokszor megkapom azt, hogy nem kéne minden kis ügyjel foglalkozni, meg egyszerre intézni, de engem, ha megkeresnek, akkor abban a pillanatban én próbálom azonnal lehetőleg ezt továbbítani a városháza, a jegyző úr fele, most is volt ilyen ügyünk, hogy egyszerre intéztük. Én úgy gondolom, hogy a lakók azért vannak, illetve én azért vagyok a képviselőjük, hogyha problémájuk van, akkor megtalálnak, keressenek meg. Azért ez nem lehet így egyszerű, akár csak mondjuk egy falkógyárnak az ügyében? Hát a falkógyár az egy külön történet. Hát
nehéz ügy, mert a Falkó, tehát nagyon sokat tárgyalunk a Falkóval, személyesen is nagyon sokszor voltunk benne náluk. És azt látom, ugye én azért a múltomból kifolyólag én ilyen cégeknél voltam, műszaki igazgató, felsővezetőként dolgoztam elég sok helyen, és én átérzem azért a cégnek a problémáját is. Tehát a cég ténylegesen nagyon sok pénzt, nagyon sok milliárdot ráköltött arra, hogy javítsa a helyzetet. A technológiája olyan ennek az egész falemezgyártásnak, hogy hát itt porzás, valamiféle porzás azért lesz. Tehát ők azért próbálnak, tényleg rengeteg fejlesztést megtettek. Én úgy látom, hogy még nagyon sok mindent akarnak megtenni, nagyon sok mindent megtettek, de hát értelemszerűen nekem a lakók érdekeit kell képviselni, és azt kell mondanom, hogy még messze vannak attól, hogy teljes megoldás szülessen. Ettől függetlenül azért vannak olyan előrelépések, hogy a lakóknak az érdekeit is figyelembe veszik, tehát ugye a kampány során is a polgármester úrral ígértünk olyat, hogy esetlegesen segítjük azokat a lakókat, akik el akarnak onnan költözni, akarják adni a házukat. Most úgy néz ki, hogy talán összejön egy olyan alap, ami a Falkó esetleg beszáll, és akkor aki el akar onnan költözni, akkor azoknak a házát piaci alapon megvásároljuk, vagy megvásárolja a Falkó. Én nem gondolom különben, hogy olyan sokan élnének ezzel a lehetőséggel, de hát én nem tudok más javasolni, mint hogyha valaki ténylegesen annyira problémának érzi ezt a Falkó közelséget, akkor mindent megtesznek, tehát el kell akkor önök költözni, tehát én nem tudok más javasolni a lakóknak. Hát függetlenül a bízok benne, hogy azért a Falkó is további fejlesztéseket is meg fog valósítani, és akkor jobb lesz a helyzet. Különben sokat érdekes módon az lakók egyik fele azt mondja, hogy sokat javult a helyzet az utóbbi időben, tehát hogy ők saját magukon is érzik, a másik fele pedig azt mondja, hogy semmi javulás évtizedek óta, meg, tehát ez a kettő véglet van a Falkóval kapcsolatban. Az esetlegesen a körzetében kialakításra kerülő új szociális központ is ennyire megosztja egyébként a környékbelieket? Hát már csak azért is, mert egyáltalán nem biztos, hogy nálunk fog megépülni a szociális központ, tehát ugye a Pozsony utcában van egy szociális otthon, illetve egy idősek klubja üzemel a Pozsony utcába, és akkor ennek az engedélye, mivel ez egy ideiglenes szállás lehetőség, vagy ideiglenes lakhatási lehetőség az időseknek, viszont ez egy bölcsőde volt régen, és abszolút nem alkalmas erre a feladatra. Ugye minden évben egy meghosszabbították, hogy meddig kapott engedélyt, működési engedélyt ez a szociális otthon, és most 2022. december 31-ig mindenképpen valamit kezdeni kell vele, mert utána a mostani szabályozás, törvény szabályozás szerint nem működhet jelen formájában. Ennek megoldására találta az ki a város, hogy ott egy szociális központot ott valósítsuk meg. Én szerintem ez egy hatalmas lehetőség lett volna ott a környéken lakóknak, viszont a terv az ugye, hogy a hajléktalan otthon, ami a Kolozsvár utcában működik, az költözött volna ebbe a szociális otthonba az idősek mellett. És ezt a lakók nagyon nem szerették, pedig ezek a hajléktalan otthonban lakó emberek 26-an vannak, és azok közül nagyon kevés a mozgásképes egyáltalán, mert ők már olyan hajléktalanok, akik nem tudnak mozogni se igazából. És emiatt a város neki át más lehetőségeket is megvizsgálni, hogy esetlegesen ne ott épüljön meg a szociális otthon. Úgyhogy most erre itt tart a dolog. Tehát én a lakókat nem igazán értem be a helyzetbe, de mivel ők kérték, így most más fele is gondolkodik a város, és hogy mi lesz ennek a végső kimenetele, azt még most nem tudom megmondani. Kicsit másik téma, az ön cége gyártotta le a Domushoz és a Borostyánkő áruházhoz kikerült kék kupakgyűjtő szüveket. Miért érezte fontosnak egyébként, hogy beszálljon még pluszba, nem csak mint önkormányzati képviselő ebbe a kampányba? Hát azért éreztem fontosnak ezt, mert én úgy gondolom, hogy egy cégnek, hogyha megteheti, és a 10-20 ezer forinttal, vagy bármennyivel tud támogatni olyan ügyeket, amik fontosak, mint például ez a kupagyűjtőszív dolog, ami ahol nagyon jó célra gyűjt
gyűjtik, gyűjtjük a kupakokat. Én úgy gondolom, hogy az a minimum, hogy ennek az ember mellé álljon. Tehát amikor engem Horváth Soma alpolgármester úr megkeresett azzal, hogy hát tudja, hogy van egy, itt foglalkozunk ilyesmivel is a cégben, hogy nem tudnánk ezt legyártani, hát én úgy gondoltam, hogy azonnal ezzel foglalkozunk, úgyhogy a mérnökömmel egy napig ezen dolgoztunk, nézegettük az összes kupakgyűjtő szívet, illetve a legköltséghatékonyabbat próbáltuk meg kialakítani, és úgy született meg ez a kupakgyűjtő szív gyártása, és én úgy gondolom, hogy minden vállalkozónak, minden cégnek ennyit kellene hozzátenni a közösséghez, illetve hát ott, ahol dolgozik, ott, ahol telephelye van, ott azért valamennyit azért adjon vissza a közösségnek. Annyit még ezt hozzátennék, hogy akkor sikere volt olyan kupakgyűjtő szívnek, hogy 10 fölött volt a megkeresések száma azóta, de hát ingyen nem tudjuk ezeket vállalni értelemszerűen. Egy ilyen kupakgyűjtő szívnek az önköltsége 100 000 forint nagyságrendű. Én nagyon sok helyre kiajánlottam egy kis támogatással, kicsit olcsóban, de hát ugye mindenki úgy gondolta, hogy ezt ingyen szeretném megkapni. És erre azt a megoldást találtuk ki, hogy ugye mivel teljesen egy műszaki dokumentációt is csináltunk erről különben, a műszaki dokumentációt anyaglistával, akik ér, azoknak elküldjük. Így került el például már ennek a kupagyűjtő szívnek a rajza Pécsre, egy játszóházhoz, vagy a Vasvárra, egy ottani egyesülethez, tehát hát ennyit tudok segíteni. Én gondolom, ez se kevés, mert azért nem kell hogy gondolkodni, hogy hogyan kell megcsinálni, és akkor egy ügyes lakatos két nap alatt meg tudja ezt oldani. Szóval Puc Attila cégvezető tudja javasolni a szombathelyi többi vállalkozásnak is, hogy akár már csak egy jó reklám miatt álljanak bele a társadalmi ügyekbe? Hát én azt gondolom, hogy igen, bár mostan a média ellen beszélek azzal, hogyha esetleg azt mondom, hogy gyártsanak ilyen kupakgyűjtő szíveket, vagy bármi más, amire szükség van, és ne a mondjuk a médiára költség a reklámköltségüket, de valóban ennek is van olyan reklám értéke, mint egy bármiféle média megjelenésnek az én véleményem szerint. Képviselő úr, nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon szívesen. Nézőinknek pedig szeretném megköszönni, hogy velünk tartottak. Várjuk Önöket majd a jövő héten is, addig is viszontlátásra, jó éjszakát!